a magasugrók már az új atlétikai centrumban gyakorolhattak. Ők próbálhatták ki elsőként a kisvárdai Bessenyei György gimnázium területén épült új létesítményt. De nem csak számukra van lehetőség itt edzeni, a 680 millió forintos állami támogatásból kialakított centrumban valamennyi atlétikai sportág képviselője készülhet. Jelen pillanatban, amit láthatunk, az egy 400 méteres rekordtán futópályával ellátott teljes atlétikai centrum, tehát valamennyi sportág megtalálható itt, ami az olimpián megtekinthető. Ezen kívül gazdagodtunk egy 70 méter hosszú fedett futófolyosóval a téli felkészülés szempontjából, és nagyobbodott a tornacsarnokunk szabványméretű küzdőtérrel, új borítással, és ezen kívül pedig mindehez a szociális helyiségeknek a nézetméterre száma megfelelően alakult. Az atlétikai centrum nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas. Építésével nem titkolt cél, hogy Kisvárdán az atlétikában is jelentős sikereket érjenek el. Miért pont a Bessenyei gimnáziumban azt hiszem, megmagyaráz az, hogy itt volt régen sporttagozat volt, nagyon szép eredmények voltak az atlétikában, nagyon régen, és úgy gondolom, hogy újra el lehet indítani egy olyan sport utánpótlás kinevelését, ahol újra sikereket várunk. Az atlétikai centrum a versenyzők felkészülése mellett a sportolni vágyók számára is nyitott. Természetesen, ugye elsődlegesen a szabadidősport, de a minősége az olyan, hogy akár utánpótlás válogatott versenyekre is alkalmas, tehát várunk mindenkit szeretettel, aki ezt kívánja használni. Az atlétikai centrumba 53 millió forint értékben a Magyar Atlétikai Szövetségtől szereztek be eszközöket.